Na sziasztok srácok, én újra Detroit vagyok, és elhoztam nektek a Monster Hunter World sztoriának a folytatását. Ugye az előző részben már találkoztunk ilyen kicsit a Jagrassokkal, meg is öltük őket szépen a kis Clawfallóval. Aztán megyünk tovább és megnézzük, hogy mit hoznak a további küldetések. Tudom, hogy jó munkát végeztem, én csináltam, halom. Jó van, adjad a kövi küldit, haladjunk, mert nem érek rá egészen. Nem kell ez nekem, más ne hallja, hogy én itt pofázok, mert ez felesleges. Meg én is akarok másokat hallani, mert gondolom itt is van egy nagy játékos bázis, aztán elég sok olyan nyelvet hallanék, amit nem akarok. Kaptam mindenféle daily bónuszt, meg mi ez? Lehet hógolyózni. Aha, jó, majd egyszer kipróbáljuk Stexivel maximum. Na, zsír, meg vagyunk dicsérve, aztán most azt mondja, hogy menjek fel a Smithyhez. Aha, itt megint van egy ilyen sárga felkiáltója, meglátjuk most, mit fog ez mondani nekünk. Oké, okay. Ez ilyen event manager. Mert hogy elvileg vannak ilyen event küldetések, amik limitáltak, és éjszakokban lehet őket megcsinálni. De ezt most hagyjuk, menjünk a Smithyhez. Na, adjál nekem valami erősebb fegyvert. Mondjuk a Guardian fegyvert, az úgy tetszene. Jó, monster. Ah, szörny részeket lehet felhasználni arra, hogy csináljon magának cuccokat. És akkor itt az Iron Hammer, oké. Ezt használom ugye most, és akkor ebből csinálunk egy kettest, hát ez... Úgy látom nem túl sok a különbség közte, de mindegy. Dolgoznak itt a munkások 6000-rel. Nekem meg itt a kalapácsom. Aha, ott a Defender Tree amúgy. Aha. Szóval azt forgyolni kell, oké. Okay. Meg lehet változtatni a kinézetet. Az is jó. Equipment skills. Jó, tutoriálokat hagyjuk, majd úgyis játékmenet közben kiderül, hogy mi van. Hát ilyet pont nem tudok csinálni. Nézzük a fegyvereket. Hammer, az kell nekem. És itt a Defender. Na hát ezért ez már egy csöpet jobb. Legalábbis annak tűnik így statok szempontjából. Hát ahogy látom, ezek minden fegyvergyalót készítenek, csak más a végeredmény, de nem baj az. Nekem úgyis az számít, és akkor már megvan a Defender Hammer-öm is. Jó, és akkor most megint fel kell menni a Handlerhöz, mondjuk kaptunk valami itemeket. Armor fel, meg Iron Ore, biztos. Mit akarsz még? Oké. Okay. Semmit, hát akkor jó. Tényleg nem tudom, mire valók ezek, gondolom valami információt adnának, ha elolvasnám őket, de az túl sok időt vesz igénybe, nekem nincs kedvem ilyen infókat végighallgatni, vagy végigolvasni. Úgyhogy menjünk is beszéljünk a handlerrel. Tehát a cica már megint beszélni akar velem. A nagy séf cica. Mi van a hátán amúgy? Azok, hogy van egy csengő, a nem tudom, az egy bazin, egy kés, hogy mi akar az lenni. Na mindegy. Jó, és akkor itt a handler. Aha, itt a táblákkal is fel lehet venni questet, nem csak nála. És akkor ez van most két helyen is. Hát ez most pont nem ismerem meg, a másik ez a Smithy mellett volt. Oké. És ugye oldal dobál fel nekem ilyen dolgokat, de ezzel én nem foglalkozok, inkább menjünk csináljuk a questet. Mondjuk remélem nem fog bejönni hozzám valaki, de majd meglátjuk. Aha, itt be lehet állítani egy hány player, de hát én reménykedek, hogy senki nem akar majd bejönni a második story küldire. Valamit meg kéne nézni, mi ez a... Most nem tudom amúgy tényleg mire jó, de hát inkább lemegyek és megnézem és átkattingatom, hát ha egyszer rájövök.
Ecological research. Oké. Okay. Na, te most mit akarsz? Jó, ezt is hagyjuk, mert ez nem. Pesztes. Majd kiderül. Nem olvasni akarunk, hanem játszani. Úgyhogy nem érdekelnek az ilyen tutoriálok, meg 80 mondatos leírások. Na jó, akkor menjünk is ki. Ez lesz a második story questünk. Most ilyen kezdetonokat kell kinyírni. Majd látom három csajt, meg nem, három csávót, meg öt csajt. Hát nem tudtam, hogy ezek így meg vannak különböztetve. Most akkor abból a... Na, nem mindegy, majd gondolom, ez kiderül később. Aha. Szaladok utána, de te most hová mész? Hogy vissza. Jó. Most melyikek? Mindegy, gondolom ezek a... Ezek, amik majd mászkál... Aha, ez a Kestadon. Oké. És akkor a nagyobb a csávó, vagy hát a hím. Még mindig nem nagyon tudok mást a pörgésen kívül, de... aha. Szóval mindig, amikor durran, akkor valami más move-ot fog beadni. Ne rögdess már. Haló. Nem látod, mekkora kloppolom van. Fuck. Jó, azt hiszem, hogy akkor most ők is adnak nekem valami alapanyagot. Mondjuk a dzsagrászoknál se derült ki, hogy ők tulajdonképpen milyen alapanyagokat adnak és miért. Mármint az igen, hogy miért, csak azt nem, hogy miért. Mert hogy nem igazán láttam semmilyen felhasználhatóságát a Smithynél. Bár csak a fegyvereket néztük meg. Néztem meg. Aha, és akkor van ez a Slinger ammo. Ezeket ki lehet lőni. Meg lehet vele mosni a szörnyet. Hát ez mennyire hasznos. Ez a Red Pit, ez egy kicsit érdekesebb már. Mondjuk ebből több van. Úgyhogy szerintem ez most vagy gyengébb, vagy nem tudom. Van ilyen, úgy látom, hogy ezek a zöld bogarak, ezek mindent is jeleznek. Köveket, növényeket, a mindent is. Itt van még ez a pár. De amúgy jó ez a pörgés, mert legalább területi sebzésként azért tudok vele osztani rendesen, és nem kell egyesével megölnöm az összeset. Kicsit lassúcska ez a hammer, amúgy legalábbis nekem annak tűnik, de amúgy jó. Nem tudom feletelpnek tölteni a magát a kalapácsot, amivel nem tudom mit érek el, de... Ha van rá lehetőség, akkor csináljuk is, mert tudja, hogy valami erősítést ad. Jó, megyek. Oké, hogy találtál. De most hova tűntél? Ja, ott vagy. Oké. Nézzük meg, hogy most miért kell téged látnom. Aha, ez egy lábnyom. Egy Great Jagrass lábnyom. Ez már valamivel nagyobb szörnynek tűnik a lábnyoma alapján, ez már nem olyan picike lesz. Ez az, amit láttunk is. Hú, azt a picsa, hogy megette. Beles. Ez menni elég bírem, úgy annyit zabál. Na jó, ez is hasonlít rám egy picit. Jó, de én nem olyan akarok SOS flert fellőni. És akkor most az volt, hogy le kell vadászni ezt a Great Jagrass nevezetű zöld dagadgyíkot. Na jó, akkor keressük meg. Azt mondja, aha, van itt mindenféle nyom. Hát gondolom azokat azért jelzés szedjen össze, de... Most mindig ilyen kérdéses lesz. Footprint, még egy footprint, ez meg valami bogár, amit most megettem.
Oké. Remélem azért mondjuk megmérgezni magam, meg ilyesmi, azt nem tudom. Most ez a Rami, ez hozzám csatlakozott, de vagy... Nem tudom, nem igazán jelző, hogy partiba lennék. Na, hol vannak a nyomok? Jó, mondjuk már ezért ez vezet valahova, csak ez egy nagyon jó kérdés, hogy hova. Kiírtjuk a bozontot, jó van. Aha, ott van, ott van. Okay. We've tracked the Great Jagras enough for the scout flies to lead us to it. Csalogassuk, csalogassuk. Ezt rá kéne ejteni a fejére, nem? Clutch Claw. Hát azt most én nem fogom kipróbálni. Én csak jövök, azt ráfordok. Na, nem. Már most lőttem valamit. Hát akkor nem, ez lenne a Clutch Claw, nem? Hát ez már ezért, ez ahogy fejebb volta. Hát ez nem tűnik túl nehéznek egyelőre. Úgy látom, hogy azért elég effektív ez a hammer. Ez meg nem tudom, biztos túlságosan telezabálta magát, és haja bohomás lett, mert vagy nem akar megtámadni, mert túl csillivillő. Á, de jó van, meg akar támadni, akkor nem tették neki a ruhám. Most mi történt? Ezt átvárott ilyen menekülőre. Már eléggé. De mondjuk az előbb is elfutott, úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy zabálni valót keres. Na, ez a kácska. Jó. Ez már egy ismerősebb, mert ilyet láttam az intróba is. Hát ezt nem így kell használni. Nyomjunk valami. Ó! Jó, van, hát üssük. Aha. Üssed. Ja, most kapaszkodni kellett volna. Na mindegy, úgy látom, hogy ez viszi le a staminát, de amíg van, addig nagy káz nincsen végül is. Ó! Hát ez úgy látom, fájni fog. Hát ez... gyors volt. Azt hittem, hogy tovább. De mondjuk elkezdtem használni a Defender Hammert. Lehet, hogy amiatt volt ennyire gyors. Na hát, és akkor már most ő is ad nekem alapanyagot. Majd látom ő többet is. Most ugye más néven fut, mert ezeknek a kis nyomiknak csak ilyen Jagras kell, meg Jagras Claw, meg itt tudom én, ennek meg ugye Great Jagras, szóval gondolom ez egy teljesen különféle alapanyag. Ez meg ugye megint ilyen Iron Ore, ami gondolom, hogy majd jól fog jönni, ha van, ha már ennyi van. Aztán most elbújtam a bokorba, mert kigyűjtök a földből monster bónokat. Azt hittem ezeket is a szörny ölések adják. De úgy látszik, hogy nem, ezek ilyen gyűjthető formában vannak a mapon. Ugyanúgy, mint a ércek, vagy kövek, vagy nem is tudom, minek kell őket nevezni. És akkor ez is kész van. Hát eddig ez elég gyorsan ment. Oké, találtunk valami nyomot.
Puki Puki. Hát... A neve alapján elég bomba szörny, meg hát a kinézete alapján is. De csúnya vagy. Azt még köpködsz is. Jó van akkor. Something's got him agitated. Look over there. What in the heck is that? I've never seen anything like it. You think it's from Zora Madros? I'd like to find out. Gondolom, majd ezt a szörnyet is hamarosan le kell vadászni, ha már így megjelent. De egyelőre ezek még nem olyan nagyok. Láttunk már ennél nagyobbat is. Szokásos kis képernyő. Oké. Okay. Ah, és akkor a kátszkéneket meg megkapjuk a galériába. Ez is tök hasznos. Majd lehet egyszer összevágom nektek. De úgy gondolom, hogy mára elég volt ennyi. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Legközelebb a következő story questet hozom el nektek. Szevasztok!